Sziasztok! Itt vagyok megint a Várkert Bazárba, az Inspiráló Nők gáláján, és arra gondoltam, hogy megint elhozom magammal a kis fényképezőgépemet, és megpróbálok minél több nőt megkérdezni, akikre én is felnézek, hogy ők honnan inspirálódnak, esetleg milyen más nőkből inspirálódnak, mit jelent egyáltalán számukra ez a szó. Úgyhogy ez a vlog erről fog szólni, kezdjük el! Az a kérdés, hogy mi az, ami titeket inspirál? Minden! Én azt mondtam, hogy az életben a legszebb dolog, hogy el kell jutni arra a szintre, hogy észrevedd azt, ami inspirálni tud téged. Tehát ez kellő nyitottság kell, hogy mindenből tudjál inspirálódni. Ez legyen az egy szín, egy anyag, egy szombati nap, vagy egy vörös bor, egy jó vörös bor. Tehát azt gondolom, hogy ez most egy olyan vörösbor, amiből lehet inspirálódni. De hogyha valaki el van akadva abba, hogy inspirálódjon, hogy tudja megszerezni azt, hogy mit csináljon? Szerintem nyitottnak kell lenni, és nyitottan kell hozzáállni mindenhez. Pont úgy, ahogy a Vera elmondta, és tényleg kicsit ki kell szélesíteni a látókörünket. Tehát, hogy egy hétköznap alatt is rengeteg olyan dolog történhet körülöttünk, amiből tudunk inspirálódni, és tényleg akár egy az utcán való sételeshez. Én azt imádom, amikor bemegyek valahova, és van egy borzasztóan kedves ember, és nem azért, mert felismert, vagy nem azért, mert éppen akart tőlem valamit, vagy érdeke fűződik hozzá, csak egyszerűen egy pénztáros tök kedves velem, és szép napot kíván, és boldog, és ebből én tudok inspirálódni, hogy ugyanígy álljak mindenkihez. Utolsó kérdés, hogy vannak-e olyan nők, akik inspirálnak titeket? Kik azok a nők, akik inspirálnak titeket? Mindenféleképpen vannak. Engem például most ilyen pillanatban a személyi edzőm nagyon sokat inspirál, aki egy nő, hogy a Reginának hívják, és olyan 24 éves létere, olyan fantasztikus bölcsességei vannak, amiket nem tudom honnan szed, egy ilyen fiatalon, de azt mondta, és ezzel kattintotta teljesen bennem a sporttal kapcsolatos aggájaimat, meg az, hogy képes vagyok rá, hogy a sport az ne azt jelentse, hogy az egy muszáj vagy egy plusz dolog az életedben, tehát hogy egy hozzákapcsolódó dolog az életedhez, hanem te vagy maga. Tehát, hogy ez olyan, mint egy család, vagy mit tudom, a családodban az apád anyád, de te sor egyek vagytok, te egy vagy a sporttal. Tehát, hogy és azt átgondoltam ezt a gondolatot, hogy tényleg, tehát, hogy igazából ez a baj, hogy ezt nem tudják az emberek, amikor elmennek sportolni, hogy előtte 3-4 órát képesek morfordírozni azon, hogy elmenjek el. És olyan rossz. Igen, és egy fél óra edzésért, vagy egy óra edzésért, tehát hogy rájöttem erre, hogy nem, tehát ez baromi jó érzés, hogy te egyé válsz a sporttal, és utána természetes, hogy úgy vissza lábad oda, hogy mindent, igen. Nem van a cuccban. Ez nekem most, ez egy új dolog, lehet, hogy valaki sík hülyének nézéted azért, hogy ezt most én ekkora meghökkenéssel mondom, de én azért hökkentem meg, mert az én számból a legfurcsább ezt hallani. De a legfőbb inspiratőr, hogyha lehet így mondani, az az anyukám. Szerintem fölnevelt minket, és nem is akárhogy, és jól is az egész életét tulajdonképpen nekünk áldozta, úgyhogy amellett természetesen dolgozott, de hogy én azt érzem rajta, hogy neki ő nem alakította ki azért igazán a saját életét, mert ő annak élt, hogy a gyerekeit felnevelje, és szerintem azért nagyon szép dolog, és a legfőbb feladat. Hölgyek, nagyon szépen köszönöm. Milyen egy kis szeretnéskényszeres vagy te is. Szeretnéskényszeres? Mindannyian azok vagyunk. Mert akkor így csináljuk, és így beszélgetünk veletek. Nem, szerintem. Jól van, nagyon örültünk, hogy köszönöm. Franciskával vagyok itt, aki a sok oldalú külön díjat nyerte meg a Borsból. Mi az, ami téged inspirál? Honnan meríted az inspirációdat? Nekem elég sok minden inspirál, most persze leginkább a kisfiam, hiszen egy újdonsult anyukának, meg egyáltalán bármilyen anyukának azt mondom, hogy a gyerek mindig egy
hatalmas inspiráció. De azt hiszem, hogy szerencsés ember vagyok abban a szempontból, hogy elég sok minden inspiráló dologat találkozom a mindennapjaim során. Például a munkahelyemben, ahol dolgozom, a munkatársaim mindegyike inspiráló, hiszen az egészségügyben azért hát azt hiszem, hogy gyakorlatilag mindenki ember felett teljesítmény nyújt, és a mi osztályunk egy nagyon jó osztály, úgyhogy ez is nagyon inspirál. És persze vannak olyan ismertebb emberek is, akik engem is inspirálnak, úgyhogy elég sok ilyen van. Tudnál mondani olyan embereket, akik akkor ismertebbek és téged inspirálnak? Igen, elég sok van, úgyhogy nehezen választok. Például van egy olyan, aki nem annyira ismert, egy amerikai ápolónő, aki az első olyan igazi inspiráció volt, talán vele kezdődött egy pár évvel ezelőtt a legolyan inspiráció számomra, aki mondjuk nem a családtagom vagy a munkatársom, hanem tényleg egy ilyen számomra ismeretlen, de nyilvánosság számára ismert ember. Azt mondom, hogy Katie Duke, és egy ilyen Instagram sztár, meg egy nagyon híres ilyen doku reality-ben szerepelt, és szakmailag is egy elég egészen különleges ápolónő. Franciska Németh. Franciska Németh, kövessétek be! Most itt vagyunk a backstage-ben, mert lesz egy díjátadó. Óriási fény, azért hunyorgok van velem szemben, ezt nézzétek. Hogy lehet így jobb, előnyösebb rólam ez a felvétel. Na nézzük meg, hogy milyen egy díjátadó. Beck Mariana leginspirálóbb gasztrodíjat nyerte meg, úgyhogy találó a kérdés, hogy mi inspirált téged? Hú, még senki nem tettem a fel ezt a kérdést. Szerintem én vagyok az első, nem? Valami az első vagyok. Hát képzeld el, hogy ilyenkor elsőre mindig a kislányaim jutnak eszembe, mert hogy ők minden nap egy kihívást jelentenek a számomra. De amúgy meg a természet is egy ilyen közeg, ami folyamatosan inspirálni tud azzal, hogy változik és amennyire változatos. Illetve nagyon szerencsés vagyok, nagyon sok szuper csaj van körülöttem, akár a családomban, akár a barátnőim körében, úgyhogy ők folyamatosan motiválnak. És tudnál mondani olyanokat, akik mondjuk akár ismert vagy nem ismert nők, akik inspirálnak? Hát a barátnőim mindenféleképp, mondjak neveket. Akár mondhatsz neveket is. Például öten összeálltunk lányok, és létrehoztunk egy Csajszombat nevű ilyen kis együttműködést, és ott mindegyik lány olyan, aki a saját területén nagyon jó, és amellett, hogy egy ilyen munkakapcsolat is van közöttünk, nagyon jó barátok lettünk, de amúgy most ennek a díjnak köszönhetően például megismerkedtem a másik két jelölttel személyesen, és már most megbeszéltük, hogy megyünk ki Budaörsre, a halpiacra enni egy jót, illetve másokat is egyébként most itt ennek a diátadónak a kapcsán megismerhettem, és szerintem ennek már emiatt értelme volt. Gratulálunk! És hol kövessenek be téged, vagy a Csajszombatot, vagy bármi? Hát a Csajszombat az Csajszombat, illetve Bazsalikomos kert néven vagyok, ugye megtalálva. Ha ezt a részt látjátok, az azt jelenti, hogy végignéztétek a vlogot, amit nagyon szépen köszönök. Ha most találkoztunk először, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, nyomjatok arra a gombra, de mellette is mindenféleképpen a csengőre is, hogy ne maradjatok le a következő tartalmakról. Hetente szoktam jelentkezni, ugye, és ha nem bírnátok ki egy hetet, akkor menjetek át Instagramra, ott is kövessetek be, ugyanis ott hétköznaponként minden nap kettő tartalommal is jövök. Még egyszer köszönöm szépen, hogy néztetek. Sziasztok!